Üdvözöllek benneteket! Videósorozatunkban, amelyben a henger felszínét és térfogatát számoljuk, elérkeztünk a forgástestekhez. Az előző videóban már láthattuk, hogy mi történik akkor, hogyha egy téglalapot valamelyik oldala körül forgatunk. Igen, akkor egy olyan forgástestet kapunk, ami valójában henger. A mostani feladatunk is ilyen típusú. Az előzőtől eltérően csak annyiban változik, hogy most a téglalapot nem a rövidebb, hanem a hosszabbik oldala körül fogjuk forgatni. Tehát a kapott forgástest, láthattuk, hogy úgy szintén henger fog lenni, ennek a forgástestnek, tehát ennek a hengernek a felszínét kell, hogy kiszámoljuk. A téglalapunknak az adatai, egyik oldal 8, a másik oldal pedig 6. Nézzük, hogyha van egy téglalapunk, az A oldal ugye hosszabb, a B oldala rövidebb. Mivel a feladat azt kéri, hogy a hosszabb oldal körül forogjon, ez a téglalap, éppen ezért a hosszabbik oldal mentén fogom a szükséges tengelyemet megrajzolni. Ez a tengely mentén fog majd ez a téglalap forogni. Nézzük, hogy hogyan. Láthatjuk, hogy a kapott forgástest henger fog lenni. Ennek a hengernek keressük a két legfontosabb elemét, a sugarát, illetve a magasságát. Azt látjuk, hogy a mi téglalapunknak a B oldala, most ez lesz a hengernek a sugara. Tehát a sugár az ugyanannyi lesz, mint a B oldal, míg a másik oldala a téglalapnak az A oldal, ez lesz a hengernek a magassága. Vagyis, ha most kírjuk az adatokat, akkor a sugár, mondtuk, hogy ugyanannyi, mint a B oldal, vagyis 6 cm, a magasság pedig ugyanannyi, mint az A oldal, vagyis 8 cm. Hát ez volt a két legfontosabb eleme a hengernek, így most már könnyűszerrel tudjuk majd az alapterületet, palástörletet és a felszínt számolni. Vázatoljuk le még egyszer ezt a kis rajzunkat. Tehát van egy téglalap, és most a hosszabbik oldal mentén fogom a tengelyt megrajzolni. Ez az oldal valójában lecsukódik, tehát ide alulra kerül. Megrajzoljuk a hengert, és láthatjuk, hogy a magasság ugyanannyi, mint a hosszabbik oldal, míg a sugár ugyanannyi, mint a téglalapnak a rövidebb oldala. Hát akkor vágjunk bele az alapterület, palástörlet és a felszín számolásába. Alapterületünk R négyzetszer pi. Mivel a sugár 6 cm, így 6 a négyzeten az 36, tehát az alapterületünk 36 pi négyzetcentiméter. Nézzük most a palástörletet. 2-ször R-szer pi-szer h. A sugár az 6, a magasság az 8, 6x8 az 48, és 2x48 az 96 pi négyzetcentiméter. Ha visszaemlékezünk, az előző feladatunkban pont ugyanennyi volt a palásterület, pont azért, mert a sugár és a magasság ellentétes értékeket vett fel. Azért, mert a sugár és a magasság pont fordított értékeket vett fel. Ha kiszámoltuk a palástörletet, akkor a végén még csak a felszínt kell kiszámolnunk. Általános képletünk 2-ször alapterület plusz palástörület. Az alapterületünk 36 pi, ezt meg kell, hogy szorozzuk 2-vel, az 72 pi lesz, és ha összeadjuk a 96 pi-vel, 6 meg 2 az 8, 9 meg 7 az 16, tehát azt kaptuk, hogy a felszínünk 168 pi négyzetcentiméter. Íme, megoldottuk ezt a feladatot is, hasonlóképpen, mint a 12-es A feladatnál, láthattuk, hogy ha megfelelően lerajzoltuk a feladatunkat, akkor könnyűszerrel kihámoztuk a feladatból, hogy mennyi a sugár, mennyi a testmagasság, és azok után már nem volt nehéz kiszámolni a szükséges adatokat. Köszönöm a figyelmeteket!